Szeretett testvéreim, Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levele 5. részéből olvasom az első és a második verseket. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Szeretett testvéreim, azt mondhatjuk, hogy végtelenül elcsépelt szó a szeretet. Végig az van itt is, éljetek szeretetben, hogy Krisztus szeretett minket, és mint Isten szerettei, de ha meggondoljuk, hogy ez a szó itt a Bibliában az agapé szó, akkor kicsit megállhatunk, mert ez nem az általános, jóindulatú emberi szeretetről szól, hanem egy másik életteret hoz elénk. Éljetek agapéban, ahogyan a Krisztus is agapéval szeretett titeket, és ezért önmagát adta áldozatul, és itt valami egészen másról van szó, mint hogy hát igyekezzünk azért, szedjük össze magunkat, és éljünk szeretetben. Nem, itt arról van szó, hogy Isten gyermekei egy mennyei élet térben élhetnek itt a földön is. Különös dolog ez. Éppen evangelizációs szolgálatra készülök, ahol Péter második levele kerül sorra, és annak az első része, ahol ott van, hogy isteni természetet nyertünk ezek által, az ígéretek által. Nehéz elképzelni egy embernek, aki nem hitben él, hogy hogy lehet isteni természete egy földi embernek. Hát nem is úgy, hogy összeszedi minden erejét, még csak nem is úgy, hogy ő benne lenne ennek a titka és a garanciája, hanem úgy, hogy befogadja Jézust, és általa azt az életet, azt az isteni életet, és nem lesz ő önmagában ilyen istenivé, egyikünk se. Mint halálig megmarad az óemberünk is, de amikor mi Krisztusban, vagy ahogy Pál apostol mondja, az Úrban, ezt nagyon sokszor használja, benne helyezkedünk, ő vele együtt vagyunk ebben az élettérben, akkor igenis más jön ki belőlünk, mint amennyit mi ki tudunk hozni. És erről beszél az apostol mindig is, amikor szembeállítja, hogy a testi, meg a lelki, meg amikor arról beszél, hogy lélekben járjatok, ez azt jelenti, hogy a Krisztussal, az ő benne való kapcsolatban, közösségben, hogy a szőlőtől szőlővesszők, nagyon döntő látnunk azt, hogy nehogy már valami emberi moralizálásnál kössünk ki, hogy ennyi, ennyi emberek, hát szeretetben itt egy hatalmas lehetőséget nyitott az Isten az ő gyermekeinek. És azt mondja, hogy legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei. És éljetek szeretetben, hogy a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Tehát
ezt akarná a hétköznapjaink valóságává tenni, hogy mi éljünk hétköznap is a Krisztusban, a vele való kapcsolatban, és ezért ne a magunk indulata természete szerint, hanem mint akik isteni természet részeseivé lettünk. Ó, de nagy szavak ezek, de még nagyobb, amikor a hétköznapokban ebből megvalósul valami. Ez az, amire fölfigyelnek emberek. És amikor misszionálunk, amikor hívogatunk, akkor nem a szavunkra figyelnek elsősorban, hanem akik ismernek bennünket, és meglepődnek azon, hogy mi történt velünk. Itt valami más kisugárzás van. Emlékszem, amikor gyermeki fiúként, 13-14 évesen a megtérésen végbe ment. 2 héten belül a futballpályán a fiatalok, a fiúk kérdezték, hogy Tamás, mi történt veled? Valami olyan más vagy egy idő óta, mintha vidámabb, mintha nyugodtabb lennél. Ezt megérzik, észreveszik, ezt még a gyerekek is észreveszik a szüleiknél, hogyha átélik, hogy itt valami más természet jelent meg, mint amit ők megismertek. Ez a mi nagy lehetőségünk, és ezt hirdetjük, nem a megjavulást, hanem azt, hogy Isten Jézus Krisztusban egy mennyei természetet ajándékoz a gyermekeinek. Akik, amikor igazán Krisztusban vannak, nem úgy önmagukban, akkor ennek a természetnek a jó illatából árad tovább valami. Hát vigyük, hadd áradjon tovább, mert ez vonza majd azokat is Jézushoz, akik egyelőre nincsenek nála.